kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit ezen a valóban jól induló tavaszi napon, a csillagászati tavasz első napját ünnepeljük, mégpedig egy olyan kiállítással, amin nagyon sokan, mondhatnánk azt, hogy valamennyien szívvel, lélekkel részt vettünk, és a kiállítás keretében szinte mindenki itt hagyta a kezenyomát, hogy éppen majd meglátjuk akár a tánclépéseit is. Hiszen szeretnénk örülni ennek a tavasznak, minden benne van, amire vágyunk végre, hogy kimozduljunk a fagyos télből, és az első virágszirmokkal együtt mi is színes szemmel kezdjük nézni a természetet, hogy végre élvezzük, és másnak is élményt nyújtsunk. Ez az az élmény, amit most itt láthatunk. Örömmel látom, hogy nagyon sokan részt vettek ebben, látni fogjuk. Egyik célunk az volt, mindenek előtt, majd itt is meg lehet tekinteni, hogy emléket állítsunk egyik világhírű festőművészünknek, Viktor Vasarellinek, aki Pécsett született, és Amerikában, Párizsban élt, mutatta be a műveit, és neki köszönhetjük az opák művészet kialakítását, meghonosítását ugye a század elején. Ezért ennek tisztelegve nagyon sok olyan alkotást láthatunk, ami opárt és dizájn jellegű, hiszen próbáltuk a színes formatervezést is megjeleníteni és alkotásokban bemutatni. Hogyan jöhetett létre ez a kiállítás? Külön köszönet érdemli társrendezőnek, Gulyás Ildikó tanárnőt és Major Gabi közreműködését a könyvtárban, köszönjük szépen, és Fió Ádámét. Köszönöm. Takács Mária, tavaszváró. Zord sötét fellegek tornyosulnak, fák ágai széltől meghajolnak. Halott a táj, és néba csendben vár, míg minden magot az élet átjár. Bár érzem, lüktet föld alattam, életvágya csillapíthatatlan. Választ vár már minden fáradt napsugár, tavasz hírnöke vajon merre jár? Bár még itt hagyta lábnyomát a tél, de már szerelemről susog a szél. Hívja, csalogatja tavasz tündért, csókot adjon minden drága csókért. Szerettünk tél, de szívünk másra vár, lágy szellő, zűmög jön cserebogár. Lombos erdők, hol a fa bólingat, s átjárja jelkünket a virágillat.